Na, sziasztok! Üdv mindenkinek! Én Robi vagyok, és egy rádió tesztet fogunk most végrehajtani. Az első fő célunk az itt a Kalta rádiónak a hatótávját megnézni, erdei körülmények között. Laci barátom fog nekem segíteni, és megnézzük a három különböző rádió típust, hogy megadott távolságon belül a normál PMR rádió, mint ugye a T92H2O, vagy pedig az ipari XT420, és a legnagyobb teljesítménnyel bíró, ugye megadott feltételek mellett használható Kalta PH600-as fog jól működni egy ilyen erdei terepen, benne az erdőbe egy 1-1,5-2 kilométeres távon. Úgyhogy most ennek nekiesünk, és megyünk egy hosszabb utat, közben időközönként bejelentkezünk Laci és Ér is, és a videó végére kiderül, hogy melyik rádió működött zavarmentesebben és könnyebben. Természetesen a PMR rádióknak tudjuk a korlátait, de itt az a lényeg, hogy meg tudjuk nézni a Kalta készülék mennyivel ad többet a nagyobb teljesítménnyel. Akkor csináljuk azt, hogy egy olyan 250-300 méterenként egy bejelentkezés, és sorba akkor a T92H2O, az XT420, és akkor a végén pedig a Kalta. Jó? Jó van. Oké, okay. Én meg akkor megyek abba az irányba. Oké, okay. Indulok. Tehát egy kis info, amíg itt közlekedünk az erdőben, hogy nem csak a rádiók teljesítménye szabja meg a hatótávját, hanem maga a környezet is. Most jelen pillanatban ugye ilyen télies környezetben vagyunk, tehát a lombok lehullottak, így a rádió hullám is egy picit könnyebben közlekedik a fás területen. És az sem mindegy, hogy milyen sűrű az erdő, és az sem mindegy, hogy milyen a talaj. Mi most egy egyenesebb talajú részen vagyunk, itt nincsenek akkora dombok, akkora szintkülönbségek, tehát egy egyenes területen fogjuk tudni ezt a tesztet elvégezni, és ebből kapunk egy olyan képet, hogy a rádiók teljesítménye ebbe az erdőbe hogyan fog tudni közlekedni. Na, tehát az első pontra elért Laci, ez körülbelül egy olyan 250 méter. Laci, akkor egy rádió próba a H2O-val. 1-2-3-4, most vagyok körülbelül 300 méterre. Oké, köszönöm szépen, akkor menjünk át az XT-re. Úgy átmegyünk az XT-re. Ez a rádió. 1-2-3-4. Itt vagyok az XT420-szal, köszönöm szépen a bejelentkezést. És most pedig átmegyünk. Rendben, jöhet a következő? Igen, igen, jöhet. Most pedig jöjjön a Kalta. És akkor... A Kalta digitális módban van. Következő rádió. 1-2-3-4. Tehát digitális módban vagyunk, DMR-ben vagyunk. Oké, Laci, köszönöm szépen. Azt elfelejtettem neked mondani, hogy a Kalta az digitális módban van. Úgyhogy akkor köszi. Akkor menjünk tovább, és akkor legyen a következő már egy 500 méteres teszt. Közben elértem a következő 500 méteres távolságot. Most nagyjából úgy 1 kilométer van köztem és a Robi között. Úgyhogy most a bejelentkezést a e-chattel kezdem. Köszönöm, akkor kezdem a H2O-val. Vettem H2O. Akkor egy rádiópróba, Laci, ha sikerült. A H2O-val. 1-2-3-4. Hát az előbb egy kis recsegés. Hát itt már elég sistergős, de gondolom akkor az én hangom is elég sistergős. Hát akkor mi a következő, de úgy látszik, hogy a H2O-nak úgy nagyjából ennyi volt a hatótávolságban, 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 a hatót
Működik ez szépen, csak itt már benn van a statikus zaj. Oké, menjünk át az XT-re. Átmegyünk az XT-re. 1-2-3-4, 1-2-3-4, rádió bőve. Oké, 1-2-3-4, az XT is már egy picit zajos. Úgyhogy akkor köszi a bejelentkezést az XT-ről, akkor gyere át a kaltára. Értettem, megyek. Tehát itt már van statikus zajunk 1 kilométeres távolságban. Úgyhogy most akkor megyünk át a kaltára. Ugye ipari készülék, nagyobb teljesítmény. És akkor megnézzük, hogy ennek milyen szép a hangja. 1-2-3-4, 1-2-3-4, rádió próba. Oké, zajmentesen szépen tisztán jött a hangod, akkor egy ilyen 250-300 métert meg akkor távolodjunk. Köszönöm. Indulok. Vétel vége, köszi. Na hát, mint hallottátok, már ez 1 kilométeres távolságnál a PMR rádióknál már van egy kis súgás. Teljes mértékben használhatók a készülékek, tehát a kommunikáció az jól átjön. Viszont van egy kis súgásunk. Az ipari készülék, ami nagyobb teljesítménnyel bír, persze a használatát azt megfelelő körülmények között kell indítani. Ugye engedélyköteles készülékről van szó, de itt azért bejön már az, hogy a nagyobb teljesítmény az ennyit segít nekünk a távolság leküzdésében, és sokkal tisztább, szebb vételt biztosít. Ráadásul a DMR rádiónak ugye az az előnye a digitális módnak, hogy kevesebb akkumulátort fogyaszt, és nincsen a statikus zaj, mivel kimondottan csak a beszéd megy át. Tehát ahol a PMR rádió vagy az egyéb rádiókészülék sistergősen jön át, de folyamatosan, ott a DMR még egy tiszta kommunikációt tud biztosítani. De akkor várjuk a következő bejelentkezést. Amint halljátok, Laci megérkezett, és ott van a megadott távolságban. Itt vagyok, Laci, itt vagyok. Ez már eléggé sistereg a H2O-val. H2O, 1-2-3-4. Itt vagyok a H2. Megyek, azért még hallottalak. Meg volt, gyere át a X-tére. Motorola XT. 1-2-3-4 rádió próba az XT-vel, Laci, veszele. Oké, ez elég... Elég zajos. Gyere át akkor a kaltára, gyere át a DMR-re. Értettem, megyek. Akkor kalta. 1-2-3-4 rádió próba. 1-2-3-4 rádió próba. Oké, itt vagyok. Néz ki, hogy ez szépen működik. Akkor a DMR az tud dolgozni. Most körülbelül milyen távolságban vagy? Úgy gondolom, hogy én olyan 1,5 kilométerre vagyok tőle körülbelül. Oké, köszönöm szépen, ez a... Jó, tehát körülbelül egy olyan 1,5 kilométerre vagy tőlem. Jó, nem tudom, menjünk még messzebb. Én szerintem ez így maximálisan tesznek tökéletes volt. Ahogy gondolod, én szívesen tovább megyek még, hogyha úgy van. Oké, jó. Én szerintem az így jó volt, 1,5 kilométer. Át tudtuk mutatni, amit megszerettünk volna. Indulj el visszafele, és akkor majd egy összegzést csinálunk. Jó? Köszönöm szépen. Jó, akkor ott találkozunk. Ahol elváltunk. Jó? Ott a kerítés mellett. Oké, megyek én is oda-vissza. Köszi. Indulok. Oké, vétel vége. Hát, mint hallottátok, a PMR rádiók azok már nagyon sistergősen, zavarosan vettek. Ugye az XT-t azt nem vettem le a tokról, hanem az itt volt nekem a táska elején. Tehát az még jobban sistergett, mivel én is takartam a vételt. Ugye ezért is fontos, hogy a kezünkbe lehet
hogyha legyen, akkor a kezünkben legyen maga a készülék. Testen, táskán, kabáton sokkal-sokkal rosszabb lesz a vétel a megadott helyen. Tehát, hogyha fölemeljük a rádiót, akkor már mindjárt tudunk javítani a készüléknek a vett jelén. És ugyanúgy az adás teljesítmény is tud változni. És próbáljak meg a kamerába nézni, mert megint nem a kamerába néztem. De Laci elindul visszafele, és akkor találkozunk a bevezető úton, én is kijövök az erdőből, és csinálunk egy összegzést. Itt jövünk egy árnyékosabb részre, nagyon jó süt a nap, kellemes jó idő van, de végeztünk a teszttel. Én szerintem jó sikerült, úgyhogy köszönöm Lacinak a segítséget. Így a videó végére, mint ahogy láttátok az előzőekben is, a különböző rádiók azok így tudnak dolgozni ezen az erdős területen. És mint ahogy Laci elmondta, igazából itt egy sík terület van, nagyon-nagyon pici szint különbséggel, tehát ezekre a dolgokra mindenféleképpen figyelni kell a rádió használatnál az erdőbe, de mint mutattuk, a nagy teljesítményű DMR készülék az hozta azt a formát, amit el is várunk tőle, tehát a jóval nagyobb teljesítmény az a normál PMR adó vevők hatótávolságán kívül is tud jól dolgozni. Én voltam egy Robi, egy Anikós újabb tesztvideóba, Laci pedig az ökoturisztikáról adott nekem némi segítséget, aztán, hogyha kevés lesz az 1,5 kilométer, amit legyűrtünk, csinálunk még egy videót, és megyünk egy nagyobb távolságot, bemutatjuk, hogy hogy működnek a rádiók. Addig is sziasztok, iratkozzatok fel a csatornára, meg nyomjatok egy lájkot, és osszátok meg a videót. Hello, hello! Sziasztok! Ha tetszett a videós tartalom, kérlek nyomj egy lájkot, esetleg támogass egy megosztással, elérsz a Facebookon is, és hogyha a rádiót, kiegészítőt szeretnél, vagy egyéb hasonló terméket, kérj nyugodtan segítséget, támogatást a pmrradio.hu-n. Üdv neked, egy Robi, sziasztok!